Köszöntöm kedves nézőinket, stúdió mai vendége Kovácsné Kerekes Katalina, a Dériné Kulturális Központ közművelődési szakembere. Üdvözöllek itt a stúdióban. Én is köszöntöm a televízió nézőket. Kedves nézők, Katával hosszú évek óta ismerjük egymást, ezért engedjék meg nekünk, hogy tegeződve beszélgessünk. Kata, a augusztus 20-án egy igen rangos kitüntetést vehettél át, a Bessenyei György díjat. Ugye ez egy olyan díj, egy állami kitüntetés, amit minden évben maximum 6 ember vehet át, és olyan emberek, akik a közművelődés területén hosszú időn keresztül kimagasló munkát végeztek. Beszéljünk erről a díjról, hogyan érintett ez, amikor megkaptad? Nagyon-nagyon megilletődtem, nagyon boldog voltam, hiszen, amint említetted, ez egy igen rangos kitüntetés. Amikor jött az értesítés, az még nem volt biztos, hogy megkapom, csak hogy hajlandó vagyok-e átvenni, mikor lesz a díjátadó, részt tudok-e rajta venni, tehát egy ilyen visszajelzést kellett küldeni, egy nyilatkozatot, és írták bele, hogy ez még csak egy előzetes adatfelmérés, majd ha megkapom a díjat, akkor külön értesítést kapok. Néhány nap múlva viszont megjött miniszter úr levele, és meghívója a díjátadóra, és nagyon boldog voltam. A férjem kísért el a díjátadóra, a Pesti Vigadóban volt egy nagyon hangulatos és felemelő ünnepség, és ott kaptuk meg a díjat. Miniszterhelyettes úr és Závodnyán Magdolna kulturáért felelős államtitkárasszony adta át a díjat, és fantasztikus érzés volt ott lenni a díjazottak között. Ugye egy közművelődési szakember, ugye népművelő, hiszen azzal foglalkozik, hogy különböző kulturális programokat szervez az embereknek. Ehhez kell egyfajta elhivatottság. Mikor fogalmazódott meg benned az, hogy te ezen a területen szeretnél munkálkodni? Ez egy érdekes dolog, hiszen pedagógusként dolgoztam több mint 2 évtizedet az akkori Záldor úti általános iskolában, és ott is volt alkalmam a gyerekekkel kulturális műsorokra készülni, akár tematikus műsorokra, március 15-ére, karácsonyi műsorra, október 23-i ünnepségre, de különböző jeleneteket is tanultunk a kulturális bemutatóra, az Ádor napok eseményeire. És amikor a Dérinébe mentünk próbálni, mert ott volt a műsor, olyan furcsa érzés kerített a hatalmába, hogy olyan jó lenne itt lenni. Meg volt olyan is, hogy úgy jó lenne benézni a színfalak mögé, hogy mi van ott, úgy érdekelt. Meg amikor úgy beléptem az előadók közé, úgy, tehát olyan megmagyarázhatatlan jó érzés fogott el, hogy de jó lenne itt dolgozni, de jó lenne itt a közművelődésben feladatot vállalni. És 2007-ben jött el ez a pillanat, 2007 márciusától vagyok a Dériné munkatársa, és hát fantasztikus érzés jelen lenni ezekben a felemelő pillanatokban. Először néptánc csoportok működését segítettem, nyugdíjas csoportok kerültek hozzám, és a 2 évtizedes pedagógiai múltamnak nagyon nagy hasznát vettem ezeken a foglalkozásokon. Tehát akkor a Dérinének a légköre az elvarázsolt. Így van. És aztán magához vonzott, így történt. Nagyfokú kreativitás szükséges ahhoz, hogy a különböző programokat egyrészt megálmod, de ugyanakkor látunk téged sok-sok rendezvényen is, hiszen te vagy a rendezvények házigazdája olyankor. Igen, ez is egy kicsit régebbi időre tekint vissza, hiszen még képviselőkoromban önkormányzati képviselő voltam, és Garai Kati, az akkori kulturális referens megkért többször, hogy legyek én egy-egy koszorúzási ünnepség levezetője, háziasszonya úgymond, vagy narrátora.
kezdetben nagyon nagy izgalom volt a mikrofon mögé állni, és beszélni, megszólalni sok-sok ember előtt, de aztán az évek során ez már gyakorlattá vált, és magabiztosabb lettem, és nagyon szeretem ezeket a kihívásokat. A legnagyobb kihívás talán az volt, mikor a Jászkun főkapitány avatáson kellett moderátorként vagy narrátorként végig vezetnem az eseményt. Györfi Sándor Kossuth Díjas szobrászművész volt a Jászkun főkapitány, akkor a református templomban volt ez a ceremónia, és ennek nagyon-nagyon kötött a tematikája, hogy kiket kell szólítani, hogyan, milyen sorrendben. Megkaptam a szövegkönyvet, de nagyon-nagyon figyeltem, hogy minden a kotta szerint zajlódjon. Nagyon szép élmény, de nagy kihívás volt valóban. A sok-sok rendezvény program közül biztosan vannak, voltak olyanok, amelyek a szívedhez közel állnak, illetve voltak olyanok, amelyeket te találtál ki. Tudsz néhányat említeni ezek közül? Hú, én találtam ki. Én inkább a kis csoportjaimmal voltak ilyen foglalkozások, ami ott született meg először az én fejemben, utána meg természetesen, ahogy dolgoztunk vele. Amikor a Dérinéhez kerültem, az Életet az Éveknek nyugdíjas klub is az én ilyen, hogy mondják, a háttérben segítő feladatot kaptam, tehát hogy én segítsem a működését, akkor Walterné Margó volt a vezetője ennek a klubnak. És hát Walterné Margó korábban az Ádorban igazgatónőm volt, és ez a kapcsolat, ez a jó kapcsolat folytatódott itt az nyugdíjas klub vezetése kapcsán is. Ő volt a klub vezetője, én pedig a háttérből segítettem a működést, és sok-sok programot álmodtunk meg együtt, kirándulásokat, különböző előadásokat. Aztán, mikor Margó már nem vállalta a klub vezetését, akkor én lettem a klub vezetője, és nagyon-nagyon jó munkaterv szerint dolgoztunk, havonta két alkalommal találkoztunk, nagyon sok program született, voltak bálok, voltak, illetve mai napig is vannak, voltak ismeretterjesztő előadások, egészséges életmódra nevelés témában is voltak előadóink, minden témát igyekeztünk érinteni. A tagság kérése és véleménye kapcsán voltak közös szalonnasütések és különböző programok. És azért nagyon fontos nekem ez az Életet az Éveknek nyugdíjas klub, hiszen ez volt a bölcsője a többi klubnak, hiszen 2018-ban az egyik foglalkozás éppen az volt, hogy játszunk, játszani jó, hozzunk be társas játékokat. És hoztak be kártyajátékot, különböző játékokat a mamákok, így hívjuk őket a csapatban, a gyerekeim hívták így a mamákokat, és akkor ez így maradt, nem helyes magyarul tudom, de annyira szívhez szóló. És az egyik asztalnál, a Römikab játéknál kezdtek el játszani. Nem ismertem a játékot, annyit tudtam róla, hogy az egyik csoporttagunk Gyulán megnyerte a versenyt. Ennyi volt az ismeretem a játékról. Odaálltam én is az asztalhoz, néztem, és érdekes módon a többi asztaltól is oda jöttek az asztal köré, és mindenki figyelte, hogy mi ennek a játéknak a lényege. Akkor felszaladtam Szepesi Tibor, akkor igazgatónkhoz, és azt mondtam neki, én ebbe látok potenciált, alakítsunk egy klubot. Azt mondta Szepi, meg tudod csinálni? Meg. Mentem, megbeszéltük, következő héten meg volt az első foglalkozás, voltunk 15-en, és már március, ez évelején volt, tehát február elején, már március végén elmentünk az első országos versenyre. Azt sem tudtuk, hogyan kell játszani, szinte ott tanultuk meg, vagy menet közben tanultuk meg a játékszabályokat, de már az első versenyen ott voltunk 18-ban, sőt már az első Karcak kupát annak az évnek az őszén megszerveztük. És ez a csapat már közel 50 fős, és jelentem, hogy igen, szép eredményekkel állunk helyt az országos versenyeken, házi bajnokságot szervezünk minden hónapban, és így tovább. De hogy még tovább büszkélkedhessek, ebből az Életet az Éveknek nyugdíjas klubból nőtt ki egy másik csoport, az amatőr színjátszó csoportunk, a Csepürágók, Szabó Péterné Kata drámapedagógus vezetésével, és 11-en vagyunk ebben a csoportban, szintén az Életet az Éveknek nyugdíjas klub tagjaiból alakult.
még egy jelenetet tudunk, csak a Mátyás király, de már készülünk más jelenetekre is. Fantasztikus jelen lenni ezeken a foglalkozásokon, és ezeket az élményeket közösen átélni. És még tudom fokozni, hiszen Fazekas Robi kvízmesterünk javaslatára megalakult a kvízklub, és ennek is a gerincét, a magját, a kemény magját az Életet az Éveknek nyugdíjas klub tagjaiból szerveződő csoport alkotja. Természetesen vannak külsős tagjaink is, és bízom abban, hogy ez is egy hosszú életű formáció lesz. Látni lehetett a szemed csillogásában és a mosolyodban, hogy azért az igazán nagy szenvedély ez a Romi Kup. Igen, igen. És látjuk a híradásokból is, hogy szép sikereket és eredményeket értek el. Minden idődet leköti a közművelődés, de gondolom, hogy amikor éppen nem a hivatásodnak élsz, és van egy kis szabad időd, akkor valamivel foglalatoskodsz. Mi az, amit a munkán kívül szeretsz csinálni? Van egy csodálatos magyar szó, szer, etet. Etetem a családomat, hogy így mondjam. Nagyon-nagyon szeretek befőtteket, szörpöket készíteni. Van egy remek befőzőautomatám, és azzal a saját kertben megtermet, illetve a vásárolt gyümölcsöket, zöldségeket földolgozom. És ha csak tehetem, akkor amikor a gyerekek jönnek haza és indulnak majd vissza, akkor megpakolom a kosarakat, a dobozokat, hogy haza itt tudjanak fogyasztani, szörpöket, lekvárokat, befőtteket csomagolok nekik. És a foglalatoskodás alatt remekül lehet gondolkodni, azért azt tudjuk, mert a kezünk jár, és a gondolataink is járnak. Jövővel kapcsolatos terveid, mire vágysz? Hogyan látod a jövőt? Igen, a jövő ez érdekes, már számolgatom a napokat, hiszen közel 100 napot kell még dolgoznom, úgymond munkával töltenem, utána a felmentési idő kezdődik, a következő esztendőben szeretnék nyugdíjba vonulni, és minél több időt a családom körében tölteni, van 4 gyönyörű unokám, és ők, hát a legnagyobb második osztály és a legkisebb még bölcsödés, és tudjuk jól, hogy ilyenkor, amikor kezdődik a nevelési vagy a tanítási év, akkor elég gyakran felüti a betegség a fejét a családoknál, és eljön, vagy jól jön a nagymamai segítség. Most is, amikor csak tudom, úgy sakkozom az időmet, hogy tudjak menni segíteni, ha esetleg valamilyen betegség miatt a gyerekeknek otthon kell maradni, de hát remélem, hogy nem csak a betegség miatt, hanem egyéb alkalommal is mindenképpen tudok majd az unokáimmal minél több időt tölteni. Az a nagy tervem, hogy megtanítom majd mindegyiket a römikabra. Marci már a legidősebb, ő már nagycsoportos kora óta játszik ezzel a játékkal. Sokszor elporolt már engem is, tehát nagyon-nagyon ügyes. Pityke unokámmal is már elkezdtünk játszani. Julcsit, igaz, idősebb, mint Pityke, nem tudtam még leültetni, őt még nem vonzotta be ez a játék, de úgy el tudom képzelni, hogy majd egy asztalnál játszom az unokáimmal. Hát váljanak valóra az álmaid. Még egyszer gratulálunk a gyönyörű kitüntetéshez, a Bessenyei díjhoz. És legyél még itt velünk 100 napig, és még aztán is, és kívánok neked nagyon jó egészséget az elkövetkezendőkben. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket. Viszontlátásra.